Hát én még magát nyakkendőben sose láttam, és Pataki Attila, hogy ne ismerném? Ilyen és ehhez hasonló viccekkel szórakoztatta a közönségét Ihos József a Hagymatikum gyógyfürdő 4. nyugdíjas napján kedden. Az időseknek ezúttal is színes programokkal kedveskedtek, az étteremben Polgár Jóci zenélt, de egészségügyi szűréseken is részt vehettek a vendégek. A nyugdíjas napra több százan váltottak belépőjegyet tegnap, megszokott az is, hogy több nyugdíjas klub képviselteti magát. Az idős korosztálynak szóló rendezvénynek már nagy hagyománya van a makói fürdőben. Az új fürdő megnyitása óta vannak ilyen nyugdíjas találkozók, az elején évente egy volt, utána lett kettő. A tavalyi évben már azt tapasztaltuk, hogy nagyon nagy igény van olyan programokra, amikor hétköznapokon gyakorlatilag a nyugdíjas korosztályhoz szólva olyan programokat tudunk biztosítani, amikor tényleg róluk szól az egész nap. Tehát ugye itt a nap folyamán egészségügyi méréseket szoktunk tartani, bemutatjuk a fürdőnek az egészségügyi szolgáltatásait, valamint ki is lehet ezeket próbálni. Tehát fontos a számunkra az, hogy akik esetleg még nem ismerik a fürdőt, így módon meg tudják ismerni. A makuiak már jól ismerik a Hagymatikum szolgáltatásait, ezért is szeretnek itt pihenni, sőt, másoknak is ezt ajánlják. Én minden nap jövök. Éves bérletem van, úszni járok, és egészségügyileg ez nekem rendkívül jó. És ma ilyen nyugdíjas nap van, hallott erről? Igen, hallottam, és a nyugdíjas vagy korú barátaimnak ajánlottam is, nem csak Makón, hanem környékben és Békés megyébe is. A széles programkínálat még vonzóbbá teszi a gyógyfürdőt, a Hagymatikum gyógyító hatása mellett ez is egy fontos szempont. Nagyon örülök neki, hát ez már majdnem úgy megszokott dolog. Szinte minden alkalommal itt vagyok. Maradjon is itt is. Idén ez volt a 4. nyugdíjas nap, és a szervezők már nem is terveznek többet. Ennek ellenére kedvezményes bérletárakkal várják továbbra is Makó időseit a fürdők fürdőjébe. Ja, fiatal ember, maga nem csak egy idő volt ám itt, mondom, már mire gondol bátyám? Hát volt magával egy kettős asszonyka, a Katóné. Mondom, bizony, ő még öltözik. Azt hittem, hogy ez viccel velem. Mondom, uram, hát hogy öltözni, hát az is én vagyok. Maga. A maga már hogy lenne? Ott ültem az első sorba, éreztem, hogy asszony szaga van. Ha az édes bátyám akármilyen igata van a Katóné, meg a Katóné nem létezik, az én vagyok. Azt mondta, te nem lehetsz, te még fiatal asszony vagy ahhoz képest. Ott ültem.